mai Hortobágy területén érő csikósok, gulyások, juhászok, kondások tudományát nagymúltú pásztordinasztiák szűrték, finomították. A hortobágyi pásztorok meghatározó részét képezik annak a hagyományőrző rétegnek, amelyet a néprajzi szakirodalom pásztorrendnek nevez. Az országban különleges közösséget alkotva mintegy 200 pásztordinasztia emlékeit, hagyományait örökölték s hordozzák mindennapi munkájuk során. Ezt az örökséget adják tovább a fiatalabb generáció számára, melynek megbecsülése, közkincsététele elengedhetetlen. Az iskolából kivett az apám, márciusban kihajtás, ugye, birkát Hortobágyra, az egyedül voltam. Pernél komiszárosnak mondták akkor, ő főzött, meg ő pucolta a bográcsot is. Egy évig ott volt, másik évben lett kisbajtár. Két évig kisbajtár volt, ha jól viselkedett, akkor mehetett nagybajtárnak 3 év. De azok már akkor a katonaság váltotta le. Mentek oda, úgyhogy kitanultak mindent, hazajött a katonaságtól, megnősült, lehetett számadó. Mitől kezdve járni tudtunk, már akkor mi a hodályba éreztük jól magunkat. Ha jöttek a hodályba befele a juhok, vagy édesapám, vagy a nagyobb testvér, vagy az édesanyám elkapott bennünket, a legkisebbeket, és a jászolba beleállított, hogy a juhok ne sodorjanak el, de ott voltunk. Úgyhogy az a klíma minket teljes mértékig átjárt egy életre szólóan. A hortobágyi pásztorok tekintélyt parancsoló hagyományos öltözete a legerőteljesebb identitás kifejező forma. A nagy pásztor rendezvények alkalmával idős és fiatal büszkén magára ölti a tipikus viseletdarabokat. A Hortobágy puszta volt az az őshely, ahonnan gyűrűszerűen terjedtek szét a nóták a térségben. A hortobágyi pásztorok idős nemzedéke mai napig táncra perdül, dalra fakad, a csárdában ülve. Az apám nagy számadó volt a faluvék halmán a Debrecen városnál. 1000 darab is volt nekik egy csapatba, csikó, ló. Én a legtöbbet 500-at éreztem. Ott 3 órakor kerültünk, kiengedtük a csikókat, este 10-ig kint volt. Ha én mámadélbe mentem ki, este én hajtottam be, meg reggel én hajtottam ki, másnap délig. Így váltottuk egymást. Hortobágyra és a tanyáról hajtottuk ki fel a birkákat. Ugye voltak olyan erek, hogy víz volt benne, nem mély volt, fél lábszárig érő. De ugye a birka nem ment neki. De ha a két vezérnek azok előjártak, felvett a kompót, az ki előre vezér, azok már mentek bele a vízbe. A többi ment utána. Ha vezérődik, belemegy a tűzbe, azok is utána mennek olyan. Ez vezér volt köztük. Azon volt a nagy harang. Munkájához több eszközt is használ a pásztor. Legfontosabbak a kolomb és a csengő. A nyughatatlan, kóborlásra hajlamos jószágnyakába éles szavú, messze hangzó csengőt akaszt a pásztor. A harang a szarvasmarha, a csengő a lónyakába illik. Kolompot kap a kós a júnyájban, pergőt a kutya. Hát annak is van egy sora a legeltetésnek. Nem csak, hogy kutyaháztassuk itt jobbra-balra, mert akkor nem lakik jó. Hát szépen elindítsa, az megy előtte, lassan, hogy ne szaladjanak, és igaz, így se terelgeti, ha jobbra akar menni, akkor visszacsapja, vagy balról, megyen előtte, és megszokja át. Mondom, ha így ide csaptuk, felemeltük, akkor ugrott a kutya fel a kampót, akartam megfogni, mert rá volt szokatva, ott akkor ugatott is közbe. Tehát lényegében úgy hajtottuk, akkor már a birka megriadt, úgy azt már ment. Mi úgy ment az ember a birkához, hogy ne egyenes neki oda rosszat, elkapta a lábát. A térdén felül, mert a lábszárát kaptél, akkor abból kirúgott. Esetleg akkor, ha megcsavart az ember, de hát az nem mindig, mert akkor a kirúgott.
ott egyenfejű volt egyen, és akkor nem ugrált, mert szorította. Tehát lényegében így használtuk, rátámaszkodtunk, vagy esetleg ráültünk. Ha nem, tehát a sár volt, vagy víz volt a gyep, akkor így ültünk a boton lényegében. Az állatok őrzésénél a pásztor fontos eszköze még a bot és az ostor. Hát a részei ez így kezdődik, ez szarvasmarha bőrből van kikészítve, elhasgatva, ez most nyauszálból van. Ahogy csináljuk, mikor ez megvan, elkészítjük ezeket a pillangókat rá, melyik milyen bőrből van, az piros fehér zöld volt valamikor, aztán jött a ugyanúgy a kiverése, mint ennek a botnak. Ebből azt mindenféle, ami a pusztán általában megfordult, vagy meg lehetett lelni, vagy látni, azokat beleraktam. Ezt egy fél évig csináltam, ezt a botot, mire ráfogtam, hogy na most már jó van. Tehát mikor kint vagyunk legeltetni, akkor ez a kötél arra szolgál, hogy pányván van a csikaus hátas. És hogyha mondjuk a ménes valamiért is megriad és elszalad, akkor ugye a pányvát gyorsan összekapjuk, és akkor egy legelő lóból gyorsan tudunk egy hátast csinálni. Becsatoljuk az ablapecket. Ugye ez a nyakszíj, ez mindenképpen rajta van. És akkor fogjuk a nyerget, a pricset, és csak annyi, hogy fellökjük a hátára, és már megyünk is a ménes után. Ugye ott a pásztornak gyógyítani is kellett, tehát nem szargálhatott orvosért, meg nem járkáltak ott mindig az orvosok, azt magának meg kellett csinálni. Sántaságra, meg a kérőzésre, ugye dohányt tettünk, ha nem akart kérőzni, vagy a másiknak figyeltük a kérőkkel, elkaptuk, azt kigyött az a gombócot, beletettük a szájába, azt abban megindult a kérője, hogy tudott kérőzni, nem fogkadt fel. Főleg a kis bárányok szőrférges, és ők voltak a tüdejébe, akkor ilyen ecetes vizet öntöttünk le, hogy megyik a gégébe is, hát nem nagy mennyiségbe, kisebbe, azt ugye a vízös, de az kiköhögte. De utána kiköhögtette, mert az megölte a férget. Hiszen nekünk az is fontos volt, hogy tudjuk, hogy milyen tájon élünk, mit ad a föld, tisztában kellett legyünk a föld felhajtó erejével, mik fordulnak fel éves szinten a legelőkön, milyen hasznos növények, növényismeretünknek magas fokúnak kellett lenni, hogy tudjuk, hogy milyen növény mit termel az állat szervezetibe. Nagyon precízen kezeltük az ilyen dolgokat, hiszen majd idővel az életünket jelentette, a megélhetésünket jelentette. A tejfeldolgozást is kitanulta az igazán jó juhász, ám a zsírosabb fizetség fejében nagy szakértelmet és állandó fáradtságot követelt az állatok fejése, a túró, tejfel, gomolya készítése. Ugye a juhtejet kifejték, tölgy melegen elszűrtük, saját készítésű tejótószert készített az édesanyám, ami 2 évig is elállt. És akkor ott volt kéznél, bármikor tudott gomolyát csinálni. Én gyerekkoromban valahogy én szerettem a jószágot, meg minden, a lovat is, birkád is. Hát, úgy én csak azt mondanám, ha még egy szép fiatal lennék, és ezt választanám. Hát. Csikaus bojtár vagyok. Édesapámtól vettem át ezt a mesterséget. Voltam ugye istállós munkában, voltam a pusztaötösön, voltam fogathajtó, mindent végigjártam, úgyhogy de csak ide húzott a szívem a csikósághoz. A turizmus fellendülése a térségben nem hagyományosnak tekinthető elemeket is beépített a pásztorok feladatai közé. Pásztor ünnepeiken a csikósok attrakció jelleggel a hátasló megszelidítésének legmagasabb fokát mutatják be a közönségnek.
a hortobágyi pusztaötös bemutatót és a lóültetést. Hát ez nekem az egész életem az a puszta. Amikor én oda kimegyek, akkor így megnyugszik a lelkem. Mert érzem, hogy én itt vagyok a helyemen. Mert azok a kimagasló életúttal rendelkező munkájukat Hortobágy térségében végzett pásztorok kaphatják, akik több évtizedes aktív munkájuk mellett kiemelkedő szerepet játszottak a hortobágyi pásztorélet hagyományainak megőrzésében, azok ápolásában, a következő generációk számára történő átadásában.